Halleluja! Még egyszer nagy szeretettel köszöntelek benneteket Jézus nevében, és örülök, hogy együtt lehetünk. Egy héttel ezelőtt még egy csoporttal Jeruzsálemnek az utcáit tapostuk, habár azt mondom, hogy ezen a ponton már talán kilógott a csoport nyelve, de nagyszerű napokat töltöttünk, nagyon jó időnk volt, nem a szíveteket akarom fájlalni, csak a reménységeteket a jó időbe, hogy vessétek bele, és tényleg kellemes napokat töltöttünk ott, és egyik délután, amikor így szabadon mozgott a csoport, fogtam egy széket, és leültem a sirató falhoz. Hát mondom, én most nem tapogatom a falat, meg nem is fejelgetem, most így ezt kihagyom, ezt a részt, és csak leültem egy székre, és tudjátok, nagyon jó dolog, és javaslom nektek is, hogy csak úgy néha leülni és szemlélődni, tehát csak úgy nézelődni. Ez egy nagyon-nagyon pihentető és nagyon-nagyon építő dolog, és pont talán így szombat este volt, és kifelé ment a szabbát, tudjátok, ott a pénteken délután beáll a szabbát, és akkor aki még teheti, és akiben még van egy csöpp kis istenfélelem, az így elvonul, és az Úrral próbálja tölteni ezt az időszakot. Aztán, amikor szombaton kimegy a szabbát, akkor az emberek, régebben legalábbis így volt, ma már ennek fogy a lendülete, hogy Izrael is nagyon-nagyon-nagyon helyreállításra szorul, de a lényeg az, hogy lemennek az emberek a falhoz, és megtartják a maguk Isten tiszteletét. És ugye itt mostanában annyi téveszme van az egyházzal kapcsolatban, és annyi ember nyögi annak a terhét, hogy azt hiszi, hogy valami egyházban van, közben pedig valami teljesen más gittegyletben döngeti az életét. És figyeltem, hogy ahogy kimegy a szabbát, ott ezek az urak hogyan tartják meg az összejövetelt, és ültem, és láttam, hogy egy helyen leraknak 10-12 széket, és láttam, hogy egy ember kinyitja az Ószövetséget, és elkezdi olvasni. És azt láttam, hogy erre a székre sorba ülnek le emberek ezekre a székekre, és olyan emberek ülnek le, akik valójában nem valószínű, hogy ismerték egymást. Tehát nem egy ilyen zárt csoport, egy zárt gyülekezet jött ott össze a falnál, vagy meg annyi zárt gyülekezet, hanem így szépen szédelektek az emberek, és a legnagyobb megdöbbenésemre, amikor elérték a 10 főt, akkor fölharsant az indító szó, az egyik kicsit jobban felemelte a hangját, és elindult az istentisztelet. Aztán jött a másik, jött a harmadik, és mindenki hozzátette a sajátját, és figyeltem, és boldogak voltak, és láttam, hogy Isten szólt a szívemhez, hogy az egyházról beszéljek, mert annyira mást gondolunk ma sokszor egyházon, mint amit Isten eredeti szándéka volt, hogy ezért ezt a mai alkalmat, és ha Isten is megsegít, akkor a következő alkalmat is az egyházról szóló tanításnak szentelném. Ugye manapság azt lehet mondani, hogy nagyon sok a vasárnapi keresztény, de én láttam már egy új fajta kategóriát is, a hobbi keresztényt. Ugye a hobbi keresztény az, aki úgy, amikor ráér, akkor az olyan, mint amikor ráér, elmegy pecázni, amikor ráér erre amarra. És ezért ugye különböző kategóriái alakultak ki a kereszténységnek, és azt látom, hogy ma is nagyon-nagyon sokan szeretnének üdvözülni, de valahogy, hogy a keskeny úton járjanak, és valahogy, hogy az igazsághoz felzárkózzanak, ahhoz nincs olyan nagy kedvük. Jézus, megnéztük a Szent Sátornak a másolatát az első napon, és ugye Jézus, ott három ajtó van, három kapu van a Szent Sátornál, az elsőnek a neve út, a másodiknak neve igazság, a harmadiknak a neve pedig élet, ami a szentek szentjébe ment be. És ugye Jézus is ezt mondta magáról, hogy ő az út, az ajtó, ő az ajtó, ő az út, az igazság és az élet, és nem mehet senki az atyához, csak egyedül ő általa. És azt látom, hogy ma figyelmen kívül hagyva az Isten igazságát, Jézus nevét, a keresztény szót felhasználva, különböző szlogeneket felhasználva, de főleg Isten nevét, rengetegen használják, és kialakult egy olyan kereszténység, ami látványosan hasonlít az eredetire, de mégsem azt teszi, amit Isten mond. Formájában, megjelenésében, szóhasználatában, néha az arc
az arckifejezésekben is kísértet ilyen hasonlít, de sajnos azt látom, hogy nagyon sok esetben nem azt teszi, amit Isten igéje mond, és amit Isten igéje kér mi tőlünk. A Lukács evangélium 6. részében, Lukács 6, 46. 49. vers a következőt mondja: miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem művelitek, amiket mondok? Valaki jön hozzám, jöjj és hallgatja az én beszédeimet, és azokat megtartja, megmondom nektek, mihez hasonló. Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentumot. Mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de az meg nem mozdította, mert kősziklán épült. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házát fundamentum nélkül, amelybe beleütközött a folyóvíz, azonnal összeomlott, és nagy lett annak a háznak a romlása. Azt látjuk, és Jézus életében is azt tapasztaljuk, hogy rengeteg ember hallgatta Istennek a beszédét. Én azt gondolom, hogy a hallgatással nem volt probléma. Rengeteg ember összegyűlt, rengeteg embert összerántott az ige, rengeteg helyen összejöttek, olvassuk, hogy voltak csoportos, tömeges jelenetek és tömeges jelenségek, és nagyon-nagyon sok ember hallgatta, és a hallgatóság száma szinte egyre és egyre és egyre nagyobb lett. De az, amit ez az ige mond, az, akik ebből a hallgatásból cselekedetet tudtak csinálni, azok kevesen voltak. Ugyanebben a részben a 12. vers, az a következőt mondja, 12. vers, Lukács 6-ban. És lőn azokban a napokban kiment a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte el. És amikor megvirradt, előszólította az ő tanítványait, és kiválasztott azok közül 12-t, akiket apostoloknak nevezett. Látjátok, Jézus életében is jött egy következő folyamat a szolgálatában, nem sorolom föl itt az apostoloknak a neveit, nyugodjatok meg, mindannyian benne vagytok ebbe a csapatba. Egy történt, hogy Jézus azt mondta, hogy nagyon jó, hogy összejött ennyire a hallgatóság, de most kellene olyanokat választani, és az apostolok választása, a tanítványok választása az nem szólt másról, mint arról, hogy olyan személyeket kívántak választani, olyan személyeket kívánt választani, akik nem csak hallgatták, hanem egyszerűen, amit a hallgatásból megértettek az Isten igéből, azt elkezdték tenni, és elkezdték cselekedni. Ugye ezekből az emberekből különleges emberek lettek, nem attól lettek különlegesek, mert voltak különleges tulajdonságaik, hanem azért, mert abból, hogy hallgatták és megcselekedték az Isten igéjét, ebből létrejött egy szoros kapcsolat, egy szoros ismeret az Istennel, és utána ez az ismeret, ez olyan erőssé vált, hogy tulajdonképpen Jézus elköltözése után ezek az emberek az életüket annak szánták, hogy Jézusról beszéltek. Létrejött bennük egy feltétel nélküli szeretet, és tudjátok, a hallgatás, az igének a hallgatása és a megcselekvése hozza létre a feltétel nélküli szeretetet. A látszat hallgatás, a látszat cselekedetek soha nem hoznak létre feltétel nélküli szeretetet, és ezért ugye az egyházban a legnagyobb hiány ma a szeretet, tehát az a szeretet, ami tényleg úgy mindenféle külsőség nélkül egyszerűen fogja és elfogadja a másikat. És ezért tulajdonképpen ezt a feltétel nélküli szeretetet azok tudták bemutatni, akik tényleg megcselekedték Jézus Krisztusnak a szavát. Nézzétek meg, az egyiknek a Szentlélek ezt jelentette, a másiknak üzletet jelentett, a harmadiknak csak valami jelképes dolgot jelentett. Egyszerűen a megcselekvéssel lehetett Istenhez közel férni. Tudjátok, a feltétlen szeretet az azt jelentette ezeknek az embereknek az életében, hogy a különböző bizonytalanságokban, a különböző kiszámíthatatlan helyzetekben tudtak Istenben bízni. A szeretet, a feltétel nélküli szeretet igazándiból nem a mézes hetek alapján domborodik ki, hanem akkor, amikor bizonytalanságok és kiszámíthatatlanságok jönnek az ember életében, ekkor derül ki, hogy igazándiból mi is van az emberbe. Ezek a fiúk nagyon sokszor kerültek kiszámíthatatlan és bizonytalan helyzetbe. A másik, ami nagyon fontos, hogy a tettekhez, a cselekedetekhez, egyszerűen a tettek és a cselekedetek kialakítanak egy mély kapcsolatot az Istennel. Azt mondja a Biblia, hogy a hit, az a hit, amivel bízunk Istenben, az cselekedetek nélkül meghalt, nem létezik. És ezért nagyon fontos, hogy az Atyával való mély kapcsolatból akkor lehet erőt meríteni, hogyha az ember tényleg feltétel nélkül átadja magát neki.
János evangélium 35. része a következőt mondja. Egy picit nem tudjuk lejjebb hangítani ezt, mert én legalábbis úgy hallom, hogy üvöltök. Lehet, hogy ti nem így halljátok, de én ebből a pontból úgy hallom, és így amúgy is sok vagyok magamból, de így meg aztán pláne, hogyha lejjebb vennétek, azért nagyon hálás lennék. János 5.30. És semmit sem cselekedhetem magamtól, amit hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyájét. Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz. Más az, aki bizonyságot tesz rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amellyel bizonyságot tesz rólam. Ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonyságot tett az igazságról. De én nem embertől nyerem a bizonyságtételt, hanem ezeket azért mondom, hogy ti megtartassatok. Ő az égő és fénylő szövétnek, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában. De nekem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál, mert azok a dolgok, amelyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem, azok a dolgok, amelyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem. Aki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem a hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje nincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget emberektől nem nyerek. De ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs még bennetek. Én az én atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem. Ha más jönne a maga nevében, azt befogadnátok. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az atyánál, van, aki vádolt titeket, Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Amen. Nagyon fontos dolgot mondott Istennek az igéje. Azt mondja Istennek az igéje, itt Jézus nagyon sokszor megismétli, szinte már túlzásba is viszi, hogy egyszerűen a cselekedetek azok, amik róla bizonyságot tesznek, és amik róla hiteles képet alkotnak. Tudjátok, a feltétel nélküli szeretetnek azt is jelenti a feltétel nélküli szeretet, amit ezek a fiúk elértek az életükben, hogy egyszerűen együtt, érző és őszinte odafordulással voltak a gyengékhez, a megvetettekhez, a kitaszítottakhoz, a különböző bűnök rabságában élőkhöz. Nagyon fontos, hogy a szeretetnek, azért is beszélek előre, mert látom, hogy karácsonykor mindenki szeret. Tehát itt még az is szeret, aki eddig nem szeretett. De a szeretetnek vannak nyilvánvaló, vannak kézzel fogható megnyilvánulásai. És nagyon fontos például ez, hogy egyszerűen a szeretetnek az is a megnyilvánulás, hogy ezek az apostolok nem csak Jézus életében, hanem azután is naponta fáradhatatlanul rendelkezésükre álltak azoknak az embereknek, akik egyszerűen olyanná váltak, mint a pásztor nélkül való juhok. Nagyon fontos, hogy egyszerűen nagyon sokszor ezek az emberek a saját szükségleteiket háttérbe szorították. Jézusról írja Márk evangélium, hogy nagyon sokszor annyi ideje nem volt, hogy egyen. Egyszerűen a szeretet az úgy működött az életükben, és úgy látszott meg a cselekedetekben, hogy egyszerűen a szellemileg éhezőknek táplálékot tudtak biztosítani. A vitákban őszinte, képmutatás, mindenféle hamisság nélkül mondták ki a véleményüket, és még egy nagyon fontos dolog volt a szeretet megnyilvánulása, amit ma kezdünk elfelejteni, hogy az ellenséges környezetben nem ellenségesen viselkedtek. Ez is a szeretetnek egy megnyilvánulása. Egy tál leves nem felejzi ki a szeretetünket. A szeretet ennél jóval, de jóval, de jóval több. Ugye Lukács evangéliumban Jézus nagyon sokat beszélt a megalkuvás nélküli szeretetről, az Isten igazsága mellett való kitartásról. Nagyon érdekes, hogy ha felolvasom ezeket az ismertető jegyeket, akkor látszólag sok minden megvan ma az egyházban, de ugye itt a nagy kérdés, hogy ez belülről fakad-e, vagy valami betanult jelenetet produkálunk, és ezért meg szeretném nézni veletek, hogy hogyan is indult az első században, mi is volt Isten eredeti szándéka az egyházzal, mi is volt Isten eredeti szándéka a gyülekezetekkel. Ugye az apostolok cselekedetei második részében kezdődik és indul el az egyház, Abcsel 2,
32. résztől engedjétek meg, hogy néhány igét felolvassak. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanú bizonságai vagyunk. Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván és a megígért szent lelket megnyervén az atyától kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Mert nem Dávid ment fel a mennyországban, hiszen ő maga mondja az Úr az én unalmnak, ülj az én jobb kezem felől. Míg nem vetem a te ellenségeidet, a lábaid alá zsámolyul. Bizony tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredtek, és mondának Péternek és a többi apostolnak, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak. Péter pedig mondta nekik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan, a Jézus Krisztusnak nevében, a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szent Lélek ajándékait. Mert nektek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Sok egyéb beszéddel és buzgón kérés inti vala őket, mondván szakasszátok el magatokat a gonosz nemzetségtől. Akik azért örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedtek, és hozzájuk csatlakoztak azon a napon, mintegy 3000. Ez, barátaim, az egyház első prédikációja. Ezelőtt nem volt prédikáció, ezelőtt egy nagy csend volt, egy nagy várakozás volt, és mindenkinek tele volt a gatyája, és egyszerűen ez az első prédikáció, ami tulajdonképpen lefekteti az egyház, a közösségnek az alapját. Azt mondja a Biblia, amit nem lehet elkerülni, és Jézus is nagyon sok prédikációjában, aztán majd Pál is, aztán Péter is még több prédikációjában egyszerűen azt mondja, hogy az Istenhez való fordulás első jele a bűnbánatra való felhívás. Az első jele az az, hogy ebben a humanista világban, ebben a gyönyörű világban, ahol az ember föl van emelve teljesen a hegy csúcsokra, tudomásul kell vennie sok jó tulajdonsága mellett az embernek, hogy bűnben van, bűnben születik meg. Szembesülnie kell azzal az igazsággal, hogy ebben az életben el lehet evickélni azzal, hogy az ember viszi a bűneinek a terét, de azzal is kell szembesülnie, hogy az az igazság, az az élet, amiről Jézus beszélt, az a keskeny út, ahová vezet, az kizárólag akkor vezet oda, hogyha az ember szembesül a bűneivel. Testvéreim, az Istenhez való közeledés az mindig ott kezdődik, hogy az ember egy sarokba, egy közösségbe, teljesen mindegy, hogy hol, egyszerűen magába roskad és rájön arra, hogy nem tud a bűnei fogságából kiszabadulni. Nem arra jön rá, hogy szegény, nem arra jön rá, hogy gazdag, nem arra jön rá, hogy fogyatékos vagy nagyon okos, hanem egyszerűen az első lépés az egyház megalapításában az az, hogy az ember szembesül azzal, hogy bűnös lény. Nem tud másképp indulni a folyamat. Nem lehet úgy induljon a folyamat, hogy összeállunk és alapítunk gyülekezetet. Összeállunk és akkor jók leszünk, összeállunk és akkor boldogok leszünk, hanem csak úgy lehet, hogy az ember szembesül azzal, hogy az Istenben való új életnek a feltétele az a régitől való elfordulás. Tudjátok, a legnagyobb zavart ma ez okozza, hogy az egyház keveri a kettőt egymással, és nem fordul el a régitől, úgy akarja élni az újat, hogy nem fordul el a régitől. Úgy akar szeretni, hogy közben megengedi magának, hogy gyűlöl. Úgy akar elfogadni, hogy közben elutasít. És ezért nagyon fontos, hogy nincs más, az egyháznak nem véletlenül Péter nem azzal kezdte, hogy alapítsunk gyülekezeteket, legyenek jó nagy közösségek, szedjünk tizedet, szedjünk adomát, vegyünk mindent, hanem azzal kezdte, hogy emberek, fel kell ismernünk, mondta Péter, hogy nekem is, mindenkinek fel kell ismerni, hogy egyszerűen nem lehet a kettőt ötvözni. Nem lehet az Istent úgy szolgálni, hogy közben a régi benne marad az embernek az életében. És ezért tulajdonképpen, aki Istenhez akar tartozni az első egyházban, ugye amikor olvassuk ott az abcselben, hogy sokan nem mertek közéjük elegyedni, az nem azért volt, mert álltak puskával, vagy mert szellemi harcot folytattak állandóan, hanem az azért volt, mert az emberek látták, hogy akik tényleg ehhez a közösséghez tartoztak, azok őszintén, tisztán eldöntötték, hogy a régit ott akarják hagyni.
Tudjátok, ezeknek a történeteknek, mint az Anániás, Szafíra, meg a többi ilyen hívőket agyonverő igék, ezek arról szóltak, és azért lettek, hogy az Isten megmutassa azt ezeken a történeteken keresztül, hogy tényleg semmi tégy, ha nem akartak közéjük tartozni, Anániásnak és Szafírának nem volt tétje, csak azt kellett volna mondani, hogy túró a fületekbe, nem adom oda az árát, nem akarok közétek tartozni, és a fiúk ugyanolyan szeretettel és tisztelettel lettek volna feléjük. Csak úgy indult az első században az egyház, hogy bizony egy őszinte szívvel lehetett közeledni az Istenhez. Az úgy lehetett közeledni az Istenhez, hogy az embernek ki kellett nyitnia magát, fel kellett tárnia magát. A Zsoltáros nagyon jól megfogalmazza a 32. Zsoltárban a következőt mondja az ige, 32. Zsoltár első verstől, illetve a másodiktól, elsőtől, boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és a lelkében csalárdság sincsen. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel és nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkeimet bevallottam neked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondom, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam a bűnömnek a terhét. Barátaim, ez nem valami különleges dolog történt, egyszerűen Isten rávilágított arra, hogy mennyivel másabb a bűnök terhe nélkül élni, mennyivel másabb az embernek őszinte közeledést folytatni Istenhez, és mennyire formálja az embernek az életét a bűnbocsánat, mennyire változtatja az embernek az életét a bűnbocsánat. Tudjátok, a szeretet az azt jelentette, az őszinte szeretet, az őszinte közeledés az azt jelentette, hogy teljes mértékben az ember odaadta magát Istenhez, és arra indította az embert a szíve, a lelke, hogy egyszerűen Isten tudja ezt a szeretetet beletölteni az embernek a szívébe. Az első keresztények, még egy nagyon fontos dolog volt, hogy az első keresztények, és majd ha olvasgassátok az abcsel elejét, az első keresztények nem magukért akartak élni. Ez egy nagyon-nagyon nagy különbség a mai időszakhoz, hogy nem magukért, nem azért akartak élni, hogy őnekik a sorsuk, ugye ezt nagyon sokszor félreértettük, és nagyon sokszor benéztük, és én nekem is annyiféle téveszmém volt ezzel kapcsolatban, de egyszerűen rájöttek arra az első keresztények, amikor föladtak mindent, és ugye alkottak egy vagyon közösséget, amit ma nagyon furcsának hallunk, ez nem azt jelentette, hogy valami kommunában éltek, hanem egyszerűen azt jelentette, hogy föladtak mindent. Egyszerűen nem akartak magukért élni. Más emberekért szerettek volna élni. Lukács evangélium, 14. rész. Bocsássatok meg, de ma sokat fogom Lukácsot idézni, mert Lukács ebben nagyon-nagyon jó fogalmazás, jól írt. Lukács evangélium 14.33. Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Direkt ezt a botránykeltő igét emeltem ki ide. Ez tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy valami hülye gyerekek leszünk, akik, ami tulajdonképpen történik, ugye ezt az igét nagyon sokszor kihasználták a mai egyházakban, és ebből tulajdonképpen óriási profitot lehetett termelni ebből az igéből. De tulajdonképpen nagyon fontos, hogy a javak alatt a Biblia, kedves testvéreim, meg kell érteni, hogy a javak alatt a Biblia nem elsősorban pénzt ért. A javak alatt mi emberek zömében pénzt értünk, valami matériát, valami anyagot értünk, de a javak alatt a Biblia nem elsősorban anyagi dolgokat, ért. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ugye milyen javaink vannak. Hát a legnagyobb javunk az egónk, barátaim. Azt a legjobban dédelgetünk, azt mindenki a születésétől a haláláig dédelgeti. Vigyázz rá, óvja, félti, és vigyázz, hogy senki ne tudjon beletörni, senki ne tudjon beletaposni, és senki ne tudjon belerondítani ebbe a szépen nevelgetett egóba. Aztán vannak szokásaink, amit életünk végéig őrizgetünk, és rengeteg olyan javunk van, amit egyszerűen föl kell adni ahhoz, hogy egyszerűen meg tudjuk találni az Istent. Azt mondja az Istennek az igéje, hogy aki képes meghalni a maga számára, az válik képessé arra, hogy megtalálja az Istent. Még egy nagyon fontos dolog volt az első században, hogy megvolt bennük az önmegtagadásra való képesség és készség.
Tehát megvolt az bennük, hogy ahhoz, hogy megmentsenek egy másik embert, az nem az egóval próbálták megmenteni, nem sikerekkel, nem óriási dicsőséggel, hanem egyszerűen megvolt az a képesség, hogy képessé váltak arra, hogy a fejüket egy centivel lejjebb engedjék, mint a másik ember. Miért? Mert ezzel meg tudták menteni a másik embert. Tudjátok, ha mindig fölé akarunk kerekedni egy másik ember fölé, tulajdonképpen az egyházaknak az elmúlt 2000 éves vitája az erről szól, hogy mindig az egyik fölé akar kerekedni a másik fölé. Az egyik mindig jobbat akar a másiknál, az egyik mindig ügyesebb dolgot talál ki a másiknál. De az volt ezekben az emberekben, hogy megvolt bennük az önmegtagadásra való képesség, készség. Csak gondoljatok bele, amikor Pál apostol teljesen képbe volt az új szövetséggel, teljesen képbe volt az újjászületéssel, és amikor Jakab azt mondta neki, visszaért a missziós útjáról, hogy Pál, azt mondják rólad, hogy te már nem is vagy zsidó. Azt mondják rólad, hogy te megtagadod az áldozást, egyáltalán az egész templomot megtagadod. Akkor Pál elment, és áldozott a templomba. Miért? Meg volt benne, most ha azt mondja, hogy nem, én vagyok a Pál, és egy ilyen nagy mellénnyel, értitek, nem nyert volna meg magának senkit. És ezért nagyon fontos. A másik, ami ebben az idő, nem akarom az abcsert felolvasni, majd elolvassátok, nagyon érdekes volt, de a házaikban naponta közösségben voltak egymással. Olvassuk, hogy minden nap a házaikba összejöttek, és közösségben voltak egymással. Barátaim, az a közösség, amit mi ma gondolunk, az az egyház szó, amit mi ma gondolunk, az teljesen ellentétes azzal, amit Isten akart. Testvérekkel megnéztük az akkori házakat, és ugye az akkori házakban 10-15 embernél nem félt el több. Amikor Pál apostol fölemeli a szavát, és azt mondja, írja Filemonnak a levelet, drága aranyszívem Filemon, üdvözlöm a házadnál lévő gyülekezetet. Akkor a gyülekezet szót használja. Abban az időszakban a gyülekezetnek az ismertetőjegyei nem azok voltak, hogy hatalmas épülettel tűnt ki a többi közül, hatalmas nagy tornya volt, hogy messziről látszódjon, hangot tudott adni, legyen az harang vagy bármi más, rengeteg ember járt oda, hanem a közösség az azt jelentette, a közösség nem azt jelentette, hogy együtt ültek egy helyen, a közösség nem azt jelentette, hogy együtt énekeltek, a közösség az nem azt jelentette, hogy egyféleképpen gondolkodtak, hanem a közösség az azt jelentette, hogy egy akaraton voltak. Hogy tudtak emberek egy akaratra, hogy tudunk mi egy akaratra kerülni, testvéreim, úgyhogy megdumáljuk, hogy amikor én mondok valamit, akkor ti ámen mondatok, így is lehet egy akaratra kerülni. Meddig? Hát az Isten tisztelet végéig. Ők hogy tudtak egy akaratra kerülni? Úgy, hogy egyenként föladták magukat, nem a vezető lelkészért, hanem Jézus Krisztusért. És ez között nagy különbség van. És így tudtak egy akaratra kerülni. Barátaim, nagyon súlyos igék, azt mondja, hogy ha bármiben ketten egy akaraton vagytok és megegyeztek, azt megadja nektek a mennyei atya. Hát ezt próbálgatjuk mióta, aztán megizzadunk benne, nem? Még házasságon belül is megizzadunk benne, pedig ott azt mondja az ige, hogy ketten lettek egy testé. Mégis az egy akarat. A közösség az erről szólt, hogy összejöttek naponta a házaikban, összegyűltek, és senkiben nem maradt, nem volt senki ismeretlen például, hanem mindenki számára ismert volt. Nem volt ismeretlen ember a közösségben, nem volt kakukk tojás. És ezért a közösség egy teljesen más dolgot adott. Ma ugye a közösség az odáig, nem voltak lit, ma odáig csökkent le, hogy elszaladnak az emberek liturgiákat, programokat lezavarnak, és tulajdonképpen ilyen kötöttség nélkül látogatják az Isten tiszteleteket. Akkor nem Isten, nem ez volt a lényeg, hogy a Filemon szervezett egy jó házi bulit, vagy egy jó konferenciát, hanem egyszerűen a közösség az arról szólt, hogy élvezték azt, hogy egy akaratra tudnak kerülni. És azt mondja a Biblia, hogy nem elegyedtek közéjük mások. Miért? Miért nem? Aki nem akart egy akaratra kerülni, az azt mondta, hogy fiúk, figyellek benneteket, aztán majd meglátom, hogy hogy alakultok. És ezért nagyon nagy különbség, hogy egy akaraton vagyunk, vagy hogy egy közösségbe járunk. Ugye ma azt mondják, hogy minél többen járnak abba a közösségbe, annál biztosabb, stabilabb az a közösség. Az Isten igéje pedig azt mondja, hogy a közösségnek az az értelme, hogy akik összejönnek, azok egy akaraton vannak, és kinek a nevében jönnek össze, újra idézem, nem a vezető lelkész nevében, hanem Jézus Krisztus nevében jönnek össze. Nem azt várják, hogy mikor fog majd valakiből egy csoda, mikor fog majd valakiből valami fantasztikus dolog kipattanni, hanem azt várják, hogy megszólaljon Jézus Krisztus, ott legyen közöttük.
És ezért nagyon fontos, hogy a formája is egészen más volt. Nem voltak liturgiák, nem voltak programok, hanem egészen gyakorlati módon élték meg a testvéri közösséget. A szeretet olyan volt, hogy szurkoltak a másiknak, ha a nyomorúságában próbáltak neki segíteni. Nem azért szurkoltak, hogy menjen tönkre. Nem azért szurkoltak, hogy fucsoljon be. Hanem egyszerűen a nyomorúságában segítettek neki. A közösség Jézusra épült. Ő volt az egész közösségnek a lényege. Nem az, hogy ki különböző talentumok voltak a közösségben. Volt, aki nagyon jól tudott beszélni. De tudjátok, a talentumok, mert ma is vannak az Isten népe között, vannak különbségek. Vannak, akik nagyon jól beszélnek, vannak, akik nagyon jól hallgatnak. Vannak, akik nagyon jól énekelnek, vannak, akik nagyon jól táncolnak. Vannak, akik nagyon szeretettel tudnak a másikhoz fordulni, vannak, akik nem. Nem hierarchia alakult ki a különböző talentumok miatt, hanem a különböző talentumok erősítették a közösségnek az egységét. Majd amikor odaérek, meglátjátok, hogy két fajta szolgálat volt, és szeretném elmondani, hogy nem tisztségek voltak az első egyházban, hanem szolgálatok voltak. A szolgálat és a tisztség az egy óriási különbség. És kétfajta szolgálatról olvashatunk. Az egyik szolgálat az tulajdonképpen úgy volt, úgy hívta a Biblia, hogy vének. Ugye itt többször olvassuk majd ezzel, nem akarom, mert rengeteg ige van ezzel kapcsolatban a Bibliában, de a vénekről mit mondott a Biblia? Egyszerűen az, hogy először is jelezte, hogy többen voltak. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az egyszemélyű gyülekezet vezetés az a második századtól kezdett csak kialakulni. Az eredeti bibliai közösség távol volt az egyszemélyi vezetéstől. Távol volt. Egymás mellé rendelt vének voltak, ugye olvassátok csak el, és nem a vének döntöttek, ezt is csak szeretném jelezni, hanem a gyülekezet döntött. Gondoljatok csak bele, amikor azt mondja valaki, ha valaki vétkezik, hív félre, dumáld meg vele négy szem közt. Ha nem hallgat, akkor vegyél még két mókust magad mellé, dumáljátok meg nyolc szem közt. Ha azokra se hallgat, akkor hívd el a gyülekezet véneit. És utána, amikor azokra se hallgat, akkor olvassuk, hogy a gyülekezet majd dönt a sorsáról. Nem létezett, idegen volt. Mit gondoltok, miért nem esik ma ezekről szó? Azért, mert egy olyan egyházmodell alakult ki, és ugye hiába változott, nem csak a katolicizmus alakította ki ezt az egyházmodellt, hanem lehet látni, hogy az idők végén a karizmatikus mozgalom is nagyon megszerette ezt az egyszemélyes egyházmodellt. És ezért ugye a vének döntöttek, miért voltak többen a vének, miért Istentől való, hogy egy vezetésben több ember legyen, azért, mert mindig lehet látni, hogy egy vezetőnek vannak olyan időszakai, a legjobbnak is, hogy elmegy az esze kirándulni. És ha elmegy az esze kirándulni, akkor volt még mellette 2-3, aki ki tudta segíteni, mikor az esze kirándul, és rá tudtak szólni, hogy te most kussoljál, mert az eszed kirándul. És ezt nem kihasználták, nem kitaposták egymásból, hanem mit csináltak? Korrigálták és segítették egymást. És ezért így működtek a vének, nagyon-nagyon igei és bibliai dolog, ezek felülvigyázók voltak. Ugye a tévedés az abból adódott, hogy az eredeti nevük a véneknek episzkoposz volt. Ebből jött a püspök szó. De a püspök az tulajdonképpen egy szolgálat volt, és nem egy titulus. A második században egy enyhe húzással rájöttek arra, amikor a településeken kialakultak a közösségek, és azokat úgy gondolták az emberek, hogy egy személyben vezetik majd, mert egy személyben sokkal könnyebb, nem? Könnyebb dönteni, nem kell osztozkodni, könnyebb megmondani, hogy mi van az Istentől, mert ha már hárman kérünk kijelentést az Istentől, és abból az egyiké nem stimmel, kettő is stimmel, akkor akinek nem stimmelt, az bajba került. És annak azt kell mondani, hogy testvérek, én kaptam kijelentést, csak a jelek szerint nem az Istentől. És ezért kialakult ez az egyszemélyi vezetés, és ebből lett az, hogy az első egyszemélyű vezetők elkezdték magukat püspököknek nevezni. De a véneket hívták püspöknek, és a vének azok mindig többes számba voltak. Nem volt az, hogy a gyülekezetnek egyetlen egy vénje volt. A véneknek természetesen megvoltak az erkölcsi szabályait, de nagyon fontos dolog volt, hogy a vének sohasem azért voltak, hogy valami uralkodást végezzenek a gyülekezeten, hanem szolgáltak a gyülekezetben, és a szolgálatbeli különbségek nem alakítottak ki hierarchikus vezetést a gyülekezetben. Ha ma valaki 3 békát föltámaszt, akkor úgy nézzünk rá, mint egy csodatevőre. Holott a csodát nem az ember teszi, a csodát Isten teszi.
És ezért nagyon fontos, hogy ezeknek a véneknek a feladata a védelem volt a tévtanításokkal szemben, a gyülekezeten belüli tévtanításokkal szemben is szükség volt a védelemre, ezért voltak többen. Hogyha 3-4 vén közül az egyik mindig elkezdte erőltetni, hogy Krisztus nem is halt meg, akkor a másik mondta nekik, hogy ne légy már hülye. Hát de meghalt. De nem halt, de meghalt. És levívták ezt a csatát. És ezért nagyon más volt a feladatuk. Ha az egyik eltévejedett, a többiek helyre tudták igazítani. Testvéreim, nagyon érthető ma a törekvés az egyszemélyi vezetésre. Mert nincs az az ember, ha egy személyben vezeted, aki helyre igazítson téged. És az a kellő alázat nincs meg az emberbe, és maradjunk abba, hogy a legkülönbnél is azért nem szabad arra appellálni, hogy megvan benne a kellő alázat. Mert nézzétek meg, és nagyon bölcs volt Isten, a közösségek azért voltak kis létszámúak, kis közösségek, azért jöttek házaknál össze, mert amikor az emberektől mitől lehet elszállni? El lehet szállni attól, hogy az Istentől kapott ajándékot te magadnak tulajdonítod. De el lehet szállni attól is, hogyha az emberek felől állandóan valami dicséret jön vissza. Ha egy életen át az emberektől azt kapja vissza, hogy de nagyszerű vagy, de csodálatos vagy, de hiányzol, de fantasztikus vagy, ettől el lehet szállni. Ettől el lehet szállni. És ezért nagyon fontos volt, hogy a döntéseket sem ők hozták meg, hanem a gyülekezet hozta meg. Testvéreim, azért tudta meghozni a gyülekezet, mert a vének nem egy hierarchikus felépítést csináltak, hanem a gyülekezettel kapcsolatban az volt a céljuk, hogy az emberek felnőjenek. És a felnőtt ember tud döntést hozni. 10 000 fős gyülekezetben nem lehet demokratikus döntést hozni. Hát mi, emeljétek fel a kezeteket? De amikor ültek egy házban, egy közösségben, egy Istentől rendelt közösségben, ott mindenki fel tudott szólalni, és azt tudta mondani, hogy én Kovácsékat képviselem, és Kovácsék nem értenek ezzel egyet. És akkor így a végén kijött egy eredmény. Ismerték egymást. Ugye amikor azt mondja, hogy a vén, a pásztor ismeri a nyáját, az miről beszélt? Hát arról, hogy ismeri. Szó szerint ismeri. Testvéreim, ezeket csak azért mondom el nektek, mert a közösségről alkotott véleményünk, a közösségről alkotott képünket teljesen megváltoztatta az elmúlt 2000 év. Teljes mértékben. Teljesen. Fölfordította, kicserélte. Ezért nagyon-nagyon más volt Isten kegyelméből az egyháznak a felépítése. Következő dolog, amiről szeretnélek benneteket, ugye ott hagytam abba, hogy nem magukért éltek, képesek voltak az önmegtagadásra, a házaikban, házaikban történtek a közösségek, nem voltak liturgiák és programok, Jézusra épült a közösség, valóban ismerték egymást, és még egy nagyon fontos dolog volt, hogy egyszerűen nem volt felszínes a kapcsolatuk. Az ismerték egymást, ugye ne felejtsétek el, Jézus, amikor a végén találkozik reklamációval, akkor a következőt mondja, hogy nem ismerlek benneteket. Tehát az ismeret, az nem felszínes volt. Testvéreim, a felszínes ismeret nem tud bennünket szeretetre indítani. A felszínes ismeret az olyan, hogy semmilyen. Az ismeret tud bennünket bármire is indítani egy másik emberrel kapcsolatba. És ezért ugye ma nagyon nagy kérdés ez, és nagyon nagy dilema ez, mert látszik, hogy változik az egyház, változik a, ugye itt a szerdánként a gyülekezeti korszakról tanítok, és lehet látni, hogy a gyülekezeti korszaknak vége van, és valami olyan fog érkezni, amit még igazándiból nem is tudjuk, de minden bizonnyal az egyház ketté fog válni egy látható, jól beépült, az országokban jó nagy helyet elfoglaló egyházzá, és egy láthatatlan, amelyik egyszerűen nem kültöli állandóan ki a cselekedeteit és a tevékenységeit. És ezért ugye, ha megnézitek, ma mindenféle nyomás nélkül egy óriási mozgás indult meg a felekezetek között. Emberek jönnek, mennek, mozognak a felekezetek között. Ide mennek, oda mennek, amol próbálgatják mind a cipőt. Egy óriási mozgás van a felekezetek között, és ugye ezt a felekezetek nagyon-nagyon rossz szemmel nézik. És nagyon-nagyon rossz szemmel nézik, ha az egyik átmegy a másikhoz. Én megdöbbentem azon, hogy az egyik városba, abban a felekezetben, amiben voltam, az egyik városba az egyik embert kizárták a gyülekezetből, mert mit tudom én, tényleg szélsőségeket csinál, a másik városba örömmel fogadták. Miért? Hát mert egy fővel többen voltak. A közösség ismertetőjegye nem valami erkölcsi érték volt, hanem a mennyiség és a létszám volt a közösségnek az ismertetőjegye. És ezért ugye nagyon fontos, hogy
olyan közösségek jöttek létre, amikben nem bántották és nem gyűlölték az embert a hitbeli harcaikban, hanem egyszerűen az embernek a szeretete, a másik embernek a szeretete az egy belső vágyból, egy belső indítatásból fakadt Isten kegyelméből. Az egy akaraton lenni, ahogy említettem, az nem azt jelenti, hogy együtt lenni. Nagyon-nagyon nehéz, csak gondoljatok bele, hogy két ember között is nagyon-nagyon nehéz egy akaratra kerülni. Egy házasságnak a legnagyobb küzdelmei az egy akaratra kerülés. Óriási nagy küzdelem. Most jön a karácsony, kerüljetek egy akaratra az ajándékokba. Hála a férfiaknak, mivelünk hamar egy akaratra lehet kerülni, menjen az vásárolni, akinek két anyja volt. Velünk nagyon gyorsan egy akaratra lehet kerülni. A hölgyeknek pedig, ha adunk egy kis pénzt, akkor ők is viszonylag gyorsan egy akaratra kerülnek velünk. De ez nem egy akarat. Ez valami, gyorsan megoldjuk, ez mi? Ez egy jó probléma megoldás. Egy jó képesség. De az egy akaratra kerülés, az azt jelenti, hogy egy úton jártak, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, őszintén egy úton jártak. Tudjátok, az őszintétlen emberek nem maradtak meg akkor az egyházban. Az őszinteséget a levegővel szívták. Ma botrányos dolog őszintének lenni. Próbálj meg! Ha az vagy, akkor tudod, hogy miről beszélek. Ha nem vagy az, akkor próbálj meg egy hétig mindent kimondani, ami a szíveden van. Próbáld meg, kérlek. Most karácsony előtt úgyis nagyobb a tűrőképesség. Próbáld meg most nagyobb a szeretet. Januárban ne próbáld meg, mert ott mély depresszió lezuhan, de most próbáld meg. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz kimondani, hogy jön veled szembe egy ember, és szép a ruhám. És te ránézel, és gondolod, hogy édes Istenem, ezt a madárijesztőt, honnén szerezték ezt? És azt mondják, hogy nagyon szép. Ízlett a húsleves? Mit mondasz anyádnak? Nagyon ízlett, mama. Közben úgy elsózta. De ha őszintén vagy, és tudjátok, ezt ők a levegővel szívták, ezért volt nekik furcsa, hogy Anániásék miért mondták azt, hogy mindent odaadtunk. Hát miért nem mondták azt, hogy nem adtuk oda? Vagy miért nem mondták azt, hogy nem is akarjuk odaadni? Egyszerűen benne volt a levegőbe, és ma újra kell tanulni az őszintességet. Újra kell tanulni szívből megnyílni, mert egyszerűen ugye miért nem vagyunk őszinték? Hát félünk a mellettünk levőtől, félünk a velünk együtt haladóktól, félünk a munkatársainktól, félünk sokszor a saját rokonainktól, és hát ma már az is látszik, hogy sokszor még a saját családtagjainktól is az ember elgondolkodik, hogy édes jó Istenem, mi van most? És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a szeretet, ami bennünk volt, az egy odaadásra késztette az embereket, és ezért egészen más közegben éltek, és ezért mondja az Abcsel 5.12.14-ben, hogy csak azok mertek közéjük csatlakozni, akik ők is így akarták az Istent követni. Nem mertek közéjük csatlakozni, akik olyan, hogy próbálgatták, nézegették, figyelgették. Ezért a Simon mágusok nem tudtak közéjük csatlakozni, és nagyon sokan nem tudtak, nem azért, mert Isten nem szerette őket, azért, mert egyszerűen olyan őszintén csinálták az egészet, hogy nem fért meg a kettő egymás mellett. Nem lehetett, hogy megférjen. Megdöbbentő volt, talán 10 évvel ezelőtt voltam egy gyülekezetben, és mielőtt kezdődött a dicséret vezető kiállt, a pulpitus és a következőt mondta, kedves testvéreim, ma én nem tudom vezetni a dicséretet, mert ahogy jöttem ide a vonaton megütöttem egy embert. Mondott, hogy a dicséret vezetőtől ez milyen dolog? Hát egy dicséret vezetőt is ki lehet hozni a sodrából, egy vonaton. Nem kell ahhoz nagyon-nagyon-nagyon semmit különöset csinálni. És a gyülekezet meg nem azt mondta, hogy végre, jaj, de jó, már hárman állnak sorba, akkor ezt most dobjuk, ejtjük, hanem tudomásul vették, leült, és más gitározott. Volt egy őszinteség. Nem ment fel a színpadra, és nem azt mondta, hogy mennyi, atyám, olyan jól vagyok. A legszebb dalokat fogom neked énekelni. Igaz, az előbb kiosztottam valakit a vonaton, de ez nem számít. Voltam olyan imaközösségben, ahol úgy lett vége az imaközösség, hogy egymásra csapták az ajtót. És utána kimentek a színpadra, megfogták egymás kezét a szeretet jegyében, és imádkoztak az emberekért. Más volt az őszinteség, tehát az őszinteség volt az alapja, ezért tudták segíteni egymást, ezért tudták a hitben, a harcaikban segíteni a másikat. Nagyon sokszor, barátaim, még a harcainkat sem merjük elmondani. Mert úgy vagyunk vele, hogy elég ez, ha én tudom. Ebben próbálták, segítették egymást. A szeretet az odaadás volt. Egyszerűen a szeretet, egyszerűen az egy
az a másikért akar tenni, és a másikért akar cselekedni. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. Az őszinte Istenkeresés, ha elveszik, akkor a közös szolgálat, a közösség nem működik. Amikor elveszik egy közösségből az őszinteség. Amikor elveszik egy közösségből annak a lehetősége, hogy őszintén elmondhatom, hogy mi nyomja a lelkemet. Még akkor is, ha az más számára sértő és bántó, ha ezt kiveszik egy közösségből, testvéreim, az megszűnik utána bizalommal működő közösségként működni. Hát arról, hogy hazudozások mennek egy közösségben, arról még nem is beszélek. Ezért nagyon-nagyon fontos volt, hogy készséggel úgy tudta a másikat segíteni, tudjátok, hogy mondjuk ezt, hogy egészen más volt a közösség. Ma azt gondoljuk, hogy azokkal tartozunk egy közösségbe, akiket minden héten látunk. De figyeljétek meg, már most kialakult a látható, a nem látható egyháznak egy olyan része, ahol egyszerűen az embert az életedben először látod, de amikor látod, akkor érzed azt, hogy az a szellem van benne, ami benned van. És érzed azt, hogy itt most nem kell magyarázkodjál, nem kell neked bemutatkozzál, nem kell átadnod az önéletrajzodat, nem kell hivatkozzál a szolgálati sikereidre, hanem egyszerűen ugyanazzal a szőszintességgel vagytok egymás felé, és le tudtok ülni. És tudtok Isten tiszteletre összejönni. Ezért ugye mi volt az Isten tiszteletnek, a közösségnek a feltétele? Ha ketten vagy hárman összetudtok jönni, kinek a nevében? Az Úrnak a nevében. Kit tudtak összejönni az Úrnak a nevében? Akikben az Úr volt. Ez egy nagyon-nagyon fontos kritérium volt. Ezért ugye ma a testvéri szeretetet nagyon sok esetben fölcseréltük programokra, fölcseréltük ugye az anyagi javakhoz való önző ragaszkodásra. Tudjátok, a tized egy különleges kérdés. Mondtam már nektek, talán lehet, hogy itt nem említettem, de említem, mert ugye nem olyan rég talán egy másik országból néhány pásztor, ketten-hárman megkerestek, és mondták, hogy hagyjam abba a tizedről való negatív beszédet, mert egyszerűen fogyatkozik a tized, és nem tudnak megélni a másik országban. Ígéretet tettem nekik arra, hogy ezentúl jobban előveszem ezt a témát, mert a tized nem arra van, hogy valaki ebből megéljen, és valaki ebből vagyonokra tegyen szert. Ugye nagy vita, tudjátok, hogy nagy vita van ezzel kapcsolatban, de ma az Isten mutatott nekem egy igét, amit felszeretnék nektek olvasni a 2 Tesszalonika könyvéből. 2 Tesszalonika könyvének a 3. részéből, 6. vers, a következőt mondja. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig rendeljük nektek, atyámfiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitől, aki rendetlenül él, és nem ama utasítás szerint, amelyet mi tőlünk kapott. Magatokat is tudjátok, mi mondon kell minket követni, mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül. Ezt csak szeretném mondani, hogy Pál apostol mondja valahol egy gyülekezetben. Sem minden kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradtsággal éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk terhére. Ezt felolvasom még egyszer, mert nagyon szép. Sem minden kenyeret nem ettünk senkinél, hanem a munkával és fáradtsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek ne legyünk a terhére. Nagyon remélem, hogy minden hívő érti ezt. Nem azért, mintha nem lett volna rá jogunk, hanem magunkat például adjuk nektek, hogy minket kövessetek. Mert amikor nálatok voltunk, azt rendeltük nektek, hogyha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek rendeletlenül élnek közületek, akik semmit sem dolgoznak, hanem nyugtalankodnak. Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük őket a mi Úrunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen, munkálkodva a maguk kenyerét egyék. Miért tettek, miért jártak példaként az apostolok? Azért, hogy másik embereket megmentsenek. Miért? Olvassuk ebben a történetben, hogy felütötte a keresztények között, a hívők között az a bölcs tudás a fejét, hogy munkanélkül tökéletesen lehet boldogulni. Csencselni, leúszkodni a másikat, átverni, tökéletesen működik. Működik? Működik, testvéreim, a mai napig működik. És azt mondták az apostolok, hogy ők nem állnak ebbe bele, hanem azt mondták, hogy éjjel-nappal, amikor szabad idejük volt, fáradtságos munkával dolgoztak. Miért? Hogy a többieket arra próbálják rávenni, hogy ők is dolgozzanak, és a megtermelt kenyerüket egyék meg. Csak egy 2000 évet ugrottunk az időbe, és nézzétek meg, hogy hol tartunk.
Itt nem azzal van baj, hogy egy hívő milyen címszóval ad jó szívéből Istennek, hanem itt azzal van a baj, hogy milyen felhasználási területei vannak ennek. És utána azt mutatjuk példának, nagyon sok esetben ugye ezek az emberek, akik másoknak a pénzéből gazdagodtak, megmondják, hogy miért ilyen toprongyos ruhába jársz, miért nem jársz istentiszteletre, mi az, hogy te dolgozol, amikor itt kéne lenned az ima alkalmon, és tulajdonképpen abból, amit ingyen kaptak, abból próbálnak másnak okosságokat osztani, és bölcsességeket. Holott azt mondja a Timóteusban, azt mondja a Pál, hogy meg lenne árajogunk, de pontosan az irántatok érzett szeretet miatt ezt nem tettük meg. Hogy ez példa legyen. Mert az Isten nem csak a tizeddel tud megáldani, hanem meg tud áldani. Ha engem csak a tizeddel tud, akkor megette a fene. Ha meg kell, hogy engem áldjon a munkámban. Mert a tizeddel nem tudok példát mutatni, de azzal, hogy dolgozom, azzal példát tudok mutatni. És azért mit jelentett ez, hogy ezek az emberek nem magukért éltek? Értsétek meg, minden cselekedetüket az motiválta, hogy a másikakért éltek, hogy a másiknak segítsen. A példamutatás nem azért volt, hogy legyűrje és maga alá gyűrje, hanem a példamutatás azért volt, hogy a másikat segítse és húzza magával, és bátorítsa. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. Csak jelezni szeretném a mai apostoloknak, akik nem így tesznek, hogy a Galata 1:8, Azt mondták a Galata 1:8-ban, azt mondja Pál, hogyha bárki valami más hirdetne azon kívül, amit én mondtam, mondja Pál, mondjuk például a Tesszalonika levélben, most majd olvassátok el, hogy mit mond ezzel kapcsolatban. Legyen átkozott! Hát ehhez képest az én röpke észrevételeim csekénységek. Ezt mondja, azt mondja, hogy nem lehet más. Miért? Mert azt mondja Pál, hogy ez volt az igazság. Persze erre jöttek ki ma a mai Pál ellenesek, akik azt mondják, hogy Pál egy senki volt, Pál egy semmi volt, Pál ilyen volt, Pál olyan volt. Keresztényekben vannak már Pál ellenes emberek. Szeretném elmondani, hogy a Bibliáról azt tudjuk, Isten közli a Bibliában, közli nagyon sokszor, hogy ez a könyv egyszerűen Isten ihletésére állt össze. Isten döntött el a Szentlélek által, hogy mi kerül bele, és mi nem kerül bele. Ez egy nagyon fontos dolog. Barátaim, ha ebben megingatják a hívőknek a hitét, hogy a Bibliában nem az van benne, meg nem az igazság, azt azért akarják, hogy ne legyen utána mihez mérni az igazságot. És ma ezek a folyamatok elindultak. Hogy ez azért nem jó, ez ezért nem jó, ez amaz nem jó. De a Biblia maga nyilatkozik arról, hogy aki hozzátesz, vagy elvesz, ott megint ugyanez a bünti van. Ez az átkozottas játék van, ott is. És ezért nagyon-nagyon fontos ez, drága barátaim, hogy ma egy olyan gyakorlat terjed el a Bibliában, olyan gyakorlatok terjedtek el, olyan egyházmodellek terjedtek el, olyan egyházvezetés terjedt el, olyan dolgok terjedtek el, amik egyáltalán nem biblikusak. Maga az egyházmodell sem biblikus. A tizeddel kapcsolatos dolgok egyáltalán nem biblikusak. Ezt lehet nekem bizonygatni, az Új Szövetség egy büdös szót nem ejt arról, hogy tizedet kell szedni. Az Ószövetség természetesen, de abban nem menjünk bele, az egy külön világ volt, egy külön más feladat, más történet volt. A vagyonközösség, tudjátok, ma nagyon sokszor említik ezt, hogy hát persze mindenedet adod az Úrnak, stb. Ma egy olyan vagyonközösség alakult ki, régen miről szólt a vagyonközösség? Ha az egyiknek jó volt, akkor az, ha már nagyon jó volt neki, akkor figyelt arra, hogy akinek nagyon rossz, abból adott. A vagyonközösség arra ment, hogy senkit ne hagyjanak az út szélén. Ma egy olyan vagyonközösség van, hogy az egyiknek nagyon jól megy, a másik meg beledöglik abba, hogy az egyiknek nagyon jól menjen. Ez nem vagyonközösség. A vagyonközösség az volt, hogy kiegyenlítettek voltak a viszonyok. Amikor nekem volt, ugye miért mondja, hogy a jókedvű az akozót szereti az Úr? Hát azért, mert egy közösségben különböző anyagi lehetőségekkel bírunk. És nem az a feladata egy közösségnek, hogy aki épp hogy egyről a kettőre jut, abból ki lehessen vasalni, és ki lehessen szorítani, és ki lehessen préselni mindent. Viszont vagyunk olyanok, akiknek lehetőségeik megvannak, és nekünk meg ez könnyű. Ezt könnyen meg tudjuk tenni. Amiben a másik beledöglik, azt könnyen meg tudjuk tenni. És a vagyonközösség ezt jelentette. Nem azt jelentette, hogy dobálták bele a pénzt egy fekete lukba, amiből eltönt.
Figyeltek egymásra. Hogy tudtak egymásra figyelni? Úgy, hogy ismerték egymást. Hogy tudom én a másiknak a szükségeit? Hát úgy, hogy ismertem, tudtam. Figyeltem rá. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. A másik csapat, aki ugye az első egyházban, amit Isten megálmodott és megalkodott, ugye a másik csapat volt a vének mellett a diakónusok. A diakónusok szolgálók voltak. A diakónusok voltak azok a személyek, például csak jelzem, hogy a vének nem foglalkoztak pénzzel. Az anyagi javakat a diakónusok szedték be, és a diakónusok tették oda a szükségeket oda, ahová kellett. Nem volt, a véneknek nem kellett számolgatni a tizedet. Azt a diakónus tette. És a diakónusok utána összejöttek, és megkérdezték, hogy itt van a közösség, meg a másik, meg a harmadik közösség. Hol vannak a szükségek? Hová tegyük be azt? Hol van hiány? És így mozogtak, így működtek, így mentek. És ezek nem, a diakónusok nem alárendeltjei voltak a véneknek, hanem tulajdonképpen a testben megvoltak a különböző ajándékok, és mindegyiknek egy volt a célja, hogy Jézus Krisztusnak dicsőséget adjanak. Testvéreim, ma abban kell megegyeznünk először, hogy a magunk dicsőségét keressük, egy másik embernek a dicsőségét keressük, vagy Istennek a dicsőségét keressük. Amikor a magunk dicsőségét keressük, akkor még nagyon kezdeti cipőben vagyunk. De azt is látom, hogy tömegeket tesz tönkre, tömegeknek nyírja ki az életét, amikor az egész közösségi élet nem szól másról, mint arról, hogy egy embernek a dicsőségét kell biztosítani. Mikor már nincs dicsősége, akkor is biztosítani kell a dicsőséget. Ebbe tönkre mennek fiatalok, idősek, családok, házaspárok, esnek benne, esnek széjjel és mennek tönkre benne. Mert amikor emberi dicsőséget keresünk, és emberi dicsőséget akarunk fenntartani, abba beledöglünk és belefáradunk. Mert ez nagyon nehéz fenntartani. És ezért ez egy egészen más műfaj volt, ahogy ők gondolkodtak. A vallási vezetők kezdettől fogva meg akarták akadályozni ezt a fajta gyülekezeti struktúrát, ezt a fajta közösséget. Ne felejtsétek el, hogy az első az volt, hogy betiltották, mindent csinálhattok, kaptok még adót pénzt is, csak ne beszéljetek Jézus Krisztusról. Mindent lehetett csinálni, csak Jézus Krisztusról nem lehetett beszélni. És a kezdettől fogva miért akarták, szerintetek miért lépett fel az első egyházmodellnél, az eredetinél is, a farizeusokban és nagyon sok egyházvezetőben egy ilyen ellenségeskedés? Azért, barátaim, mert féltették a népre gyakorolt hatásukat. Mindig is féltették. Az a közösség, ahol az emberek nem Jézus Krisztusnak adják át az életüket, ott kialakulnak mindig olyan személyek, akik egyszerűen rájönnek erre, és elkezdik az embereket irányítani. És utána ezek az emberek mindent megtesznek, hogy a saját emberekre gyakorolt hatásukat megőrizzék. Mindent. Az igazságtól elfordulnak, hazugságokat mondanak, kegyetlen rendszert üzemeltetnek. Miért? Hogy az emberek egyszerűen ne meg ne radjon az emberek fölötti befolyásuk. Még egy nagyon fontos dolog van, hogy az emberektől dicsőséget kapnak, és féltik, hogy elvesztik ezt a dicsőséget. És nem beszélve arról, hogy egyszerűen féltik a vagyonukat is. Ezért nézzétek meg Abcsel 5.17, Abcsel 23, Abcsel 40.41, az egész Abcsel erről szól, hogy megtiltották a közösségeknek, hogy az igazságról beszéljenek. Megtiltották. Megtiltották. Testvéreim, a magam példáján tudom elmondani, hogy hosszú egy-két-három évtized után egyszer kiállok a nyilvánosság elé, és tényleg őszinte vagyok. Igazat akarok mondani, és azt is mondok. És másnap az első telefon, ami szól, hogy megtiltják, hogy ezt elmondjam. Értsétek meg, ahol meg van tiltva az igazságról való beszéd, ahol nem lehet igazat mondani, nem lehet őszintén kimondani a véleményt, ott egyszerűen nem Jézus Krisztusi a dicsőség. Jézus Krisztus azt mondta, hogy az ő országa, az ő gondolkodásmódja, az ő beszéde az világosság. És ahol van világosság, ott nincs semmi sötétség. Igen, a világosságba beletartozik az is, hogy pár napig az ember hát kellemetlenül érzi magát, mert olyan dolgot csinált. De nagyon-nagyon fontos volt,
És azért tiltották, tiltották mindig is, és fogják is tiltani, hogy az emberekre gyakorolt hatásuk, befolyásuk. Mit gondoljátok, miért házasodik össze a politika az egyházzal az utolsó időben? Mert rájött a politika, hogy az egyház nagyobb hatást tud gyakorolni az emberekre, mint ő saját maga. Azért a politikus hiába mondaná, hogy váljak el a feleségemtől, mert nem hozzám illik, kirőgném. Megmondom neki, hogy szórakozzál te a pártgyűlésen, akivel akarsz, de ne velem. De az egyházban azt mondja a nagy tekintélyű vezető, akkor képes megtenni az ember. Mert elhitették mindig, és tudjátok, az egyház modell, ami most van, azért lesz megint egy utolsó nagy küzdelem a vőlegény Jézus visszajövete előtt, mert megint odáig jutottunk az egyház modellel, hogy egyszerűen az ember, az Istent kereső és Istent félő ember közé megint ott vannak a közvetítők. És az Isten ki akarja fújni az összes közvetítőt, az ember és közte. Nem akar egyetlen egy közvetítőt se látni. Mindegy, hogy pápának hívják, vagy vezető lelkésznek. Teljesen mindegy, ki akarja fújni közülük, mert az ember képes arra, hogy önállóan tudjon kapcsolódni az Istenhez. Igen, elbotlik, igen, elesik, igen, összetöri magát, de feláll. És meg tudja találni az Istenét. Mit gondoltok, miért tudtak döntéseket hozni? Miért tudott egy gyülekezet döntést hozni, és azt mondta, hogy ezt az embert most tényleg kirökjük a gyülekezetből, és úgy nézünk rá, mint egy pogányra és egy vámszedőre? Azért, mert volt bennük érettség. Mert nem kitaposni, nem kirekeszteni, nem kiközösíteni, nem megsemmisíteni akarták, hanem megnyerni az Istennek. Értsétek meg, azért nem vagyunk sokszor egy akaraton, mert egyszerűen, és látom ezt, azért próbálnak, egy akaratra beteszik a csarnoképítéseket, beteszik mindenféle ideológiát tesznek be, de az egy akarat nem az. Az egy akarat az, hogy árgus szemekkel figyeljük, hogy mit akar Jézus Krisztus. Mit szól? Ha nem szól, akkor normális emberként éljük az életünket. Ha szól, akkor meg megtesszük. Ha nem szól 10 évig, lelke rajta, ő tudja. Annyival beljebb vagyunk. Ha szól, megtesszük. Sokszor reklamálok, hogy miért nem szól. Aztán mostanában rájöttem, hogy hát, jobb az nekem. Hát miért jó az, ha feleltetnek, nem? Hát jó az, ha nem feleltetnek, ha csöndben élem az életemet. És ezért nagyon-nagyon fontos volt ez, és a nagy kérdés ma azért napjainkban az, hogy miért van annyi egyház? Ha ez ennyire világos, akkor miért van annyi egyház? Miért van ennyi egyház? És tudjátok, azért van, mert egyszerűen a biblikus gondolkodásmód más jelent minden egyháznak. És azt helyett, hogy újra odaállnánk a biblikus gondolkodásmód felé, mert ugye az Ószövetségben egyértelmű volt, az Ószövetségben mi volt az Isten népe, mi volt a közösség, a zsidók. Ezt ott az egy Mózesben le van fektetve. Ott nem volt a filiszteus, nem játszott a perizeus, a kivveus, a jebuzeus, Moábita lányok közül is csak egy játszott. Ott nem játszottak ezek. Ott a gyülekezet, az mi volt? Az Izrael. De az Új Szövetségben azt mondja a Biblia, eklézsiának hívja, azt mondja, mi az eklézsia? A világból kihívott hívők közössége. Barátaim, és ez vonatkozik a kicsire és a nagyra egyáltalán. Egyaránt. Mindenkire. Kihívott a közössége. Mit jelent a kihívott? Kijöttem valahonnan, valahová. Nem az elmúlt 40 év érdemei miatt vagyok az, aki, hanem az miatt, hogy kijöttem valahonnan, valahová. Ha ez megváltozik, teljesen mindegy, hogy milyen érdemeik vannak, nem vagyok az Istennel való közösségben. Tudjátok, ezért van az, hogy nagyon sokszor magas szinten gyűlölik meg az igazságot. Nem a hétköznapi ember gyűlöli meg az igazságot, hanem magas szinten gyűlölik meg az igazságot. Mert az igazság szabaddá tenni az embereket. Az igazság mindig megváltoztatja a gondolkodásmódot. És ezért van fölcserélve nagyon sokszor a hazugságra az igazság. Nem lesz fenntartható, testvéreim, Isten helyre fogja állítani az eredeti eklézsiát, az eredeti kihívottak közösségét, és higgyétek el, hogy nem lesz fenntartható az a rendszer, ami ma van. Nem lesz fenntartható. Bele fognak ebbe fáradni, fásulni a hívők is. Hát természetesen azok, akiknek érdekeik vannak, azok nem fognak, de a hívők bele fognak ebbe fáradni. Nem lehet fenntartani a rendszert. Ugye, nagyon érdekes dolog még, hogy az egyház felépítésében még csak egy gondolatot engedjetek meg, fontos leszögezni, és ezt mondtam nektek, és azért szeretném még egyszer kiemelni, az 1 Korintus levél 12. részéből egy igét engedjetek meg felolvasni, 1 Korintus 12. része,
1 Korintus 12, 5, következőt mondja. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. Itt szeretném elmondani, hogy Pál apostol egy nagyon fontos alapelvét rögzíti le az eklézsiának, az egyháznak. Azt mondja, hogy az egyházban szolgálatok vannak. Azt mondja, a szolgálatokban van különbség, tehát van különbség, különbségek vannak, mert más talentumokat kapunk, de az Úr ugyanaz. A különbség nem teszi lehetővé azt, hogy hierarchia alakuljon ki. A különbség nem teszi, mit gondoltok, miért jött létre a klérus? A klérus azért jött létre, mert azok az emberek, akik különbözőek voltak, többet tudtak, jobbat tudtak a másiknál, azok elszakadtak, és ezért ugye az egyházat két részre osztották, mindig, mindenkor, klérusra, vezetőre és laikusokra. A laikusok soha nem merték venni a bátorságot, hogy szembeszálljanak a klérussal. Néha azért volt erre példa, így 500 évente. De nagyon óvatosan. Mindig egy nagy csata volt a laikusoknak szembeszállni a klérussal. Miért? Mert ez nem egy Istentől való, Isten nem bontotta két részre az egyházat. Hanem itt mond Pál apostol a Korintus levélben, a szolgálatokban rögzíti, hogy van különbség. Van, igen, van különbség. De a szolgálatok nem járnak előjogokkal, nem is jártak, ezért volt az, hogy tulajdonképpen, ha elolvassátok az akkori, az első egyházban, azok között, akik még tényleg Jézus Krisztus szolgálatából táplálkoztak, őszintén látták, nézték, figyelték, részesei voltak, az eredetit szívták le, azt üdözték le, azok egyértelműen tudták, ott nem voltak ezek a hierarchiabeli különbségek. Nem volt az, hogy mit tudom én, négy lóvas szekérrel hozták alkalomra a vezetőt. Nem volt az, hogy nem lehetett megszólítani. Nem volt az, hogy nem lehetett megérinteni. Hát maga Jézust is meg lehetett érinteni. Hát egy egyszerű nyomorult vérfolyásos asszony odafért hozzá és megérintette. Hát hány tüte egy Zakeus a fáról láthatta. Hát hány ember volt az, aki közel fért hozzá? Nem megérinthetetlen emberek voltak, szolgálók voltak. Szolgálók voltak, testvéreim. És a szolgáló az egy egészen más műfaj, mint amikor tekintélyrendet alakítunk ki. Ez a mai tekintélyrend, ami az egyházakban működik, ez teljesen eltér a bibliai tekintélyrendtől. Teljesen eltér. Nem volt ilyen leosztás. Csak jelzem, azt mondja, hogy ne szólítassátok magatokat mesternek. Ugye nekem is megüti a fülemet nagyon sokszor a katolikus egyházban, hogy atyának szólítják. Azt mondja, hogy ne szólítassátok magatokat atyának. Nem kell. Mit mondott ezzel? Mert ha már a mester, ha valakit mesternek szólítanak, akkor többiek azt mondják, ez már mester. Ha valakit atyának szólítanak, ez már elért valamit, ez már atya. Az emberben benne van ez a hajlam, hogy azonnal valami kaszrendszerbe rakja be magát. A biblikus egyházban nem volt erről szó. Nézzétek meg, hogy működött az istentisztelet. Nem fogok ma már belemenni, mert látom, hogy elfogyott az idő, de egyszerűen úgy működött, hogy azt mondja, akinek volt zsoltára, az mit csinált? Elmondhatta. Akinek volt proféciája, az mit csinált? Elmondhatta. Hogyan mondhatta el? Úgy, hogy föliratkozott 40 nappal előtte, nem? Nem. Úgy, hogy fölállt és elmondta. Ennyi. És ha az, akit fogta a pulpitus, nem engedte elmondani, akkor fölállt még másik 8, és azt mondták, hogy na húzzám el onnan a pulpitustól, nagyon gyorsan. Hadd mondja már az ember, amit kapott az Istentől. Ja, ha hülyeséget mondott, akkor megítélték, és azt mondták, hogy na hát ezért kár volt kimenned, ezért a baromságért. És így működött, mint egy családban. Normális, a közösség. Így működött. Föl lehetett állni, azt mondja, hogy azt mondja, ha véletlenül közéjük keveredett valaki, akkor ne szóljatok az én nyelveken, okosak legyetek. Hogyha szóltok, akkor valaki magyarázza meg. És elmondta töviről hegyére, azt mondja, hogy minden, amikor összejöttök, akkor minden, ami jó, minden, ami kedves, az hangozzon el. Ha van bizonság, mondja el. Egészen más műfaj volt, barátaim, az egyház. És én meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy a mennyasszony fel tudjon készülni, azzal szakítani kell ezzel a hagyománnyal, ami most kialakult. Miért van ezzel kapcsolatban ennyi ellenállás? Hát azért, barátaim, mert tulajdonképpen felosztották ezt is, mint bármi mást. Hatalmi struktúrák vannak. Óriási nagy felségterületek vannak. Megegyeznek.
És Isten nem akarja. Isten ki akarja fújni a közvetítőt az ember és Isten közül. Ezékiel könyvének a 34. részében van egy profécia. Azt mondja, hogy amíg beálltatok, mondja ezt, és amíg beálltatok közvetítőnek, lehúztátok, most ma az én nyelvemben mondom, jó? Lehúztátok, kifacsartátok, legyengítettétek a nyájat. Nem szolgáltatok, hanem harácsoltatok. De azt mondja, hogy én most kiveszem a nyájat a kezetökből, és én leszek közvetlenül pásztoruk. Értsétek meg, ez a fogalom is, hogy pásztor, ez is csak félreértésre adok, ott egy pásztor van, Jézus Krisztus. Látom szegény romák is, majd most holnap megyek hozzájuk, és szóval látom, mindig ezzel szembesülök, hogy annyi pásztor van, van már olyan gyülekezet, ahol több a pásztor, mint a hívő. És lassan majd, de ott, ha meg csak ők maradnak, az egy nagyon kellemetlen helyzet lesz, mert akkor össze fognak veszni nagyon hamar, mert mindenki pásztor. Ebből a pásztorból is egy titulust szedtek, és aki pásztor, az olyan, mintha a föld fölött járná. Hát ugye, mi volt a pásztornak a feladata? Észre se vettük, amikor ránézel egy birkanyájra, csak jelezni szeretném, észre se vetted a pásztort. Mondod, persze, mert ott héderezett a hűvösben. Oké, de nem vetted észre. Nem az volt, hogy három birka hátán lovagolt és játszott az agyát, hanem nem vetted észre. Ott volt bent. Amikor tüskés, bogáncsos, idegen területen kellett átmenni, akkor ment elől. És amikor széles volt a legelő, tágas volt a levegő, legelő, meg a levegő is, akkor mit csinált? Hátul ment. Egy nyájat lehet vezetni, mikor? Amikor kell. És amikor nem kell, akkor pedig terelni kell. Csak szeretném, hogy terelni hátulról kell, nem előről. Terelés az hátulról megy. Be kell állni a sor végére, és onnan kell terelni. Csak ugye, ha úgy érzik, hogyha nem elől vannak, akkor nem ők a pásztorok. De a pásztor az hátul is van, az terel. Aki ismeri, hogy milyen a pásztor tulajdonsága, az nem mindig elől keresi a pásztort, hanem hátul is. És testvéreim, teljesen megváltozott az egyház, teljesen kifacsarodott az egyház attól az eredeti biblikus megoldástól, amit Isten adott, és egy hierarchikus felépítésben tulajdonképpen tele tévtanítással, tele mindenféle hazudozással, hogy meg lehessen őrizni. Egyszerűen látom ezt a szánalmas erőlködést, amit ma tesznek a politikával kapcsolatban, a politikával való barátkozással kapcsolatban. Értek, az emberek már ilyen hallnak, mert kapják a Globus konzerveket évek óta, és nagyobb hangsúly van, hogy ki kinek a barátja, ki kinek a társa, ki kicsoda. Barátaim, a politikában nincsenek olyan széljárások, ami az egyházakban van. Még a politikának a nagy része is megőrizte azt a fajta identitását, amit elkezdett régebben. A kommunista volt, kommunista maradt. Ugye mondják ezt, kutyából nem lesz szalonna. Ha ilyen volt, ilyen maradt. De barátaim, az egyházban mi történt? Óriási széljárások voltak. Egyszer ez volt, egyszer az volt, egyszer amaz volt. Pont az egyházba, ahol ennek nem kéne, hogy meglegyen. És ezért, azért történhet ez meg, mert elvesztettük a biblikus gondolkodásmódot. Elvesztettük azt, hogy a másikért küzdünk. Elvesztettük azt, hogy a másikat segítjük. Elvesztettük azt, hogy a másikért gondolkodunk. Elvesztettük azt, hogy két embert nem fordítunk egymással szembe, hanem a békességre törekszünk. És nagyon sok mindent elvesztettünk. És tudjátok, ennek az a veszélye a elmúlt 2000 év alatt, hogy megszoktuk, és azt gondoljuk, hogy ez az egyház. És utána meg várjuk az Istennek a működését, várjuk az Istennek a szavát, várjuk az Istennek a csodáit. De az Istennek a csodája akkor következik be, amikor ketten egy akaraton vannak. Amikor a közösség Jézus Krisztus miatt van. Amikor a másik ember nem ellenség. Amikor az ellenségre megvan a bibliai recept. Nem megelőző csapás, hanem imádkozni. Amikor nem becsülök le egy másik közösséget, magamnak várom a jogokat, a másik nem számít. Amikor nem ellenségem a másik, nem ellenfelem a másik. Barátaim, odáig jutottunk, hogy sokszor emberek mondják meg, hogy ki a hívő és ki a nem hívő. Ki az ellenség és ki a barát. Ki az istené és ki nem istené. És ezért nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy a Biblia mit gondol, és az elkövetkezendő, a jövő héten is szeretnék még Isten kegyelméből ezzel foglalkozni, mert viszont azt látom,
vagy ahogy gyúródik össze a massza, és őszinte leszek hozzátok, és senkit nem lázítani akarok ezzel, csak tényként szeretném közölni, hogy azt látom, hogy akik beszorulnak olyan közösségekbe, amik nem biblikus alapon működnek, iszonyatos nehéz onnan kimászni és kijönni. És olyan torzulásokat eredményez, amik egyszerűen leveszik az embernek, olyan vakságot eredményez, hogy leveszik nem csak az Istenről, hanem még a normális életről is, a normális gondolkodásról is leveszik a figyelmet. És ezért létkérdés lesz ezekben az utolsó időkben, ahol tényleg az egyház, ugye miért kell az egyházaknak, miért van az, hogy az egyház korszak véget ér? Azért, mert ez olyan dicsőségesre és olyanra sikerült. Nem, barátaim, azért van vége, mert egyszerűen el akarják lopni az Isten elől a dicsőséget. De ezt Isten nem engedi, azt mondja, az első pillanatok kezdve azt mondja, hogy a dicsőségemet nem adom másnak. És ezért sajnálom, hogy összeugrasztanak embereket ideológiai hitalapon, gyülekezeti alapon, megdöbbentő, ami zajlik ma az egyházban. Megdöbbentő, hogy hogyan állnak hívők hívőkhöz. Megdöbbentő, hogy hogyan állnak sokszor a saját felekezetükhöz. Megdöbbentő az a fajta manipulálás, hogy az embereknek szinte kiszakítják a normális gondolkodást az agyukból, és valami olyat ültetnek bele. Megdöbbentő az a fajta ember és személyi kultusz, ami kialakult ma az egyházban. Hogy egyszerűen rettegnek, félnek a vezetőktől az emberek, rettegnek, félnek ellenteni, bedobják, képesek föláldozni a családot, mindent képesek föláldozni, hogy kedvébe járjanak. Barátaim, ez egy ugyanolyan szemen szedett diktatúra, mint bármelyik politikai helyzetben ez eladódott a történelem folyamán. Ez rombol, öl és pusztít. És ne várjátok, hogy ez a rendszer megadja magát, és önként két várra fekszik, mert ahogy Jézusnak nézzétek meg a legnagyobb csatája a gyülekezetek vezetőivel, a farizeusokkal volt. Nem tudta őket meggyőzni. Nem adták. Tetszett az előülés, tetszett az a dicsőség. És barátaim, ma már nagyon, ami engem aggaszt, hogy nagyon nagy szélsőségek vannak. Szerencsétlen hívők, akik tényleg Istent keresik, ott vannak Afrikába, ilyen hatalmas sportcsarnokbeli összejövetelek, úgy vonul be a prédikátor, úgy vonul be a szolgáló. Barátaim, kattintsatok rá néhány, majd privátban mondok egy pár nevet, kattintsatok rá, nézzétek meg, úgy vonul be, mint egy király se vonul úgy be. Megdöbbenve tapasztaltam, akik részt vettek, nem olyan rég volt egy konferencia, ahol ugye olyan emberek szolgáltak, akik Afrikában, meg a széles világon, mindenhol százezrek gyógyulása követi a szolgálatukat. És épp a napokban beszéltem az egyikkel, aki ott volt, és mondta, hogy egyszerűen nem is engedték odatolni a tolókocsisokat. Mert hogy lehet az, hogy a világ egyik táján működik, a másikon nem működik? Szeretném elmondani, Jézus Krisztus csodái nem tájegységtől fügtek. Jézus Krisztus csodája működött a gadarénusok földjén is, működött Galileában is, működött Szamáriában is, működött Jeruzsálemben is, működött Jerikóban is. Nem függött a csodája a probléma nagyságától, meg a helytől. És ezért muszáj visszatérnünk a biblikus gondolkodásmódhoz, és azt látom, hogy annyira összezártak a biblikus gondolkodásmód ellen, ahol tényleg olyan közösséget építettek, ahol, barátaim, a közösség egy test, azt mondja a Biblia. A közösség egy test. A közösség, a test nem gyülekezet, hanem a gyülekezetek sokasságából áll össze a test. És a testnek a feje Krisztus. És a testben mindenkinek megvan a helye. Ezt azért fontos megérteni most ezekben az időkben, mert a testben nem te és én döntöm el, hogy ki a tag, hanem az, akit Isten belehelyezett a testbe. És ezért megdöbbentő változások és fordulatok lesznek, mert mindenki egyházban, közösségekben, gyülekezetekben gondolkodik, és majd meglátjátok, hogy nem Isten nem ebben gondolkodik, hanem egyszerűen ő a testben gondolkodik. És azt mondja, hogy a biblikus közösség az nem az, amit mi ma gyakorlunk.
Csak iszonyatosan megszoktuk. Tudjátok, hogy milyen félelem, milyen rettegés, milyen... Én soha nem gondoltam, hogy egy egyház azért, mert valaki Isten akaratából tovább lép, ekkora energiát fordít arra, hogy ne tudjon tovább lépni. Én soha nem gondoltam, hogy azért, mert egy közösségben vagy egy családban más a vélemény, egy egyház akkora energiát fordít, hogy mindenkinek egy legyen a véleménye. Testvéreim, erre még Isten sem fordított akkora energiát. Isten azt mondta, hogy nem kell nektek egy véleményen lennetek. Pál mit mondott? A görögnek görög vagyok. A szírnek szír vagyok. A zsidónak zsidó vagyok. Egy a lényeg, az Isten nevét dicsőítsük. És ezért nagyon-nagyon kell imádkozni, hogy az egyházzal kapcsolatban a biblikus gondolkodásmód visszatérjen. Hogy akik meg akarnak menekülni, azok meg tudjanak menekülni a különböző felekezetek fogságából. Én éjszakákon át tudnám nektek mondani a tapasztalataimat ezzel kapcsolatban. De az hitromboló lenne, és nekem a feladatom az, hogy a hiteteket építsem, és ne romboljam. De higgyétek el, hogy messze kerültünk a biblikus közösségi modelltől. És ezért adjon Isten nekünk egyelmet, hogy ez helyreálljon. Hogy ebben meg tudjunk békélni, meg tudjunk nyugodni, hogy be tudjuk tölteni a küldetésünket. Tényleg biblikus legyen a gondolkodásmódunk a közösséggel kapcsolatban. És tudjátok, olyan jó volt látni, befejezem a történetet, meg az igehirdetést is, hogy ahogy leült egymás mellé ez a 10 különböző helyekről érkezett emberke, és ott végignéztem, és tartottak egy istentiszteletet. Nem kellett vitatkozni, egyszer az egyik olvasott föl, egyszer a másik olvasott föl, akkor az egyik, akinek volt hangja, énekelt. Az egyik elkezdett énekelni, annak mondták, hogy táncoljon, mert a port jobban bírják, de volt köztük, aki énekelt, és néztem, és ámultam, hogy törvény alatt élő Krisztusról semmit nem sejtő emberek tökéletesen működtetik az Isten tiszteletet, az eredetit. És ez hol vagyunk attól, barátaim? Azt mondja, hogyha kérjük, egy akaraton vagyunk, és kérjük, hogy a hegy ugorjon a tengerbe. Szóval ezt most őszintén most, de most nem is akarom, hogy őszintén, majd azt magatokba elintézitek, mert én őszinte ember vagyok, de ezt én is akkora hülyeségnek tartom, hogy Isten bocsássa meg. És közben Isten meg komolyan gondolja, azt mondja, hogy ekkora erő van az egy akaratban. Hogyha szólsz, akkor a hegy belugrik a tengerbe. Ezt mindig úgy nem értettem, hogy mi a francnak kell a hegyet, jó helyen van az utolva. És hová ugrátassuk. De nem is ez a lényeg, hogy ugrátassuk. Ebben nem ez a lényeg, csak azt mondja Isten, hogy az egy akaratban olyan erő van, ami egyszerűen felbecsülhetetlen. És tudjátok, miért kellett ez az erő nekik? Azért, hogy vezető lelkészek legyenek? Nem. Hanem azért, hogy a következő üldözésben, ami utána érkezett, abban nem árulták el egymást, nem verték el egymást, az életüket kockáztatták egymásért. Ehhez kellett nekik az erő. Testvéreim, alakul ki világméretekben az a hamis egyház, amelyik ugyanúgy fogja Jézus nevét használni, ugyanúgy fogja a külsőségekben használni a bibliai igazságokat, csak az lesz a különbség, hogy nem teszi és nem cselekszi. Százak profiltáltak már erről. A múlt században, azelőtti, a mostani században is, hogy ki fog alakulni a kétpólusú kereszténység. A látható egyház meg fog erősödni, irdatlan vagyonra tesz szert, és a látható egyház írtani fogja azokat, akik semmi más nem akarnak, csak egyszerűen a bibliai igazságok szerint szeretnének élni. Nem szeretnének hazudni, nem szeretnének gyűlölni, nem szeretnének emberek ellen imádkozni, nem szeretnének békétlenül élni, semmi mást. De azért, hogy ne maradjon meg az igazságnak semmilyen magva, szeretném elmondani nektek, hogy ez az utolsó idők hamis egyháza jobban fogja gyűlölni az igazságot, mint ma a pogányok és a világiak. Mert az igazság állandóan veszélyezteti. Miért van az, hogy egy ilyen vezető lelkésznek mindig igaza van? Miért van az, hogy soha nincs másiknak igaza? Azért, mert az igazság veszélyezteti a pozícióját, veszélyezteti a tekintélyét, az áltekintélyét, a hamis tekintélyét. Ez mind az igazság, ezért kell mindenkinek befogni a száját,
akinek van véleménye és van igazsága. És ez nem csak Magyarországra, meg hogy ne kerülgessem a forrókását, nem csak a Híd gyülekezetére, hanem szerte a világon tele van ilyen gyülekezetekkel. Ne gondoljátok, hogy ez nincs meg Amerikába, hogy ez nincs meg Afrikába, hogy ez nincs meg Romániába, nincs meg a... mindenhol ugyan ez megvan. Hogy nem lehet, egy idő után már félni kell kimondani az igazságot. Félni kell. Tudjátok, az emberek úgy fették fel a bűneiket, nem azért, mert büszkék voltak rá, hanem azért, mert tudták, hogy szabaddá teszi őket. Az Isten megígérte, hogyha felfedik a bűneiket, akkor megbocsátja nekik. Értsétek meg, ha nem fedjük föl, nem bocsátja meg. Nem azért vagdalkozik az ember a bűneivel, mert az annyira jó, hát dehogy is jó, hanem azért, mert ez az egyetlen egy módja, hogy az Isten megbocsássa a bűneimet. Nincs más módja. Nem tudjátok ti se megbocsátani, ember nem tudja megbocsátani, teljesen mindegy, hogy milyen tekintély, nem tudja megbocsátani. Egyedül, ha világosságra hozom, az élő Isten tudja megbocsátani. És ezért kiütni az ember és az Isten és az ember közé berakni valami mást, ami idegen oda, barátaim, az élet veszélyes. És ezért Isten adjon kegyelmet, hogy ugye nehezebb visszaállítani a biblikus közösséget. Nehezebb. Miért? Hát mert lehet, hogy épp nekem kell minden nap úgy jönni, hogy testvérek, én ma is borultam. Lehet, hogy holnap is nekem kell, testvérek, én ma... Tudom, hogy most már nehezen hordoztok, de kérlek, segítsetek, imádkozzatok értem. Ez egy egészen más műfaj. Ez egy egészen más műfaj. Úgyhogy énekeljünk el egy jó műfajú dicséretet, és menjünk békességgel. Egy pár hirdetnivalót szeretnék még mondani. December 21 a szombat, ugye? Segítsetek. Igen, szombat. December 21-én egy úrvacsorai közösséggel és egy szeretett vendégséggel búcsúztatnánk ezt az évet. Persze utána még lesz egy alkalom, csak gondoltam, hogy ez egy pont egy alkalmas időszak arra. Úgyhogy kérlek benneteket, egyetlen egy kérésem van, hogy itt az ételnek a mennyiségét meg tudjuk határozni, hogy van egy e-mail cím, ott a YouTube csatornánkon, hogy oda kérlek, akik erre jöttök, még ha itt ültök most, akkor is jelezzétek, hogy jöttök, hogy tudjunk az étel mennyiségével számolni. És bor meg pászka lesz bőven, nem azon van a hangsúly, hanem az egyéb ételen. Úgyhogy erre kérlek benneteket. Február 15 és február 28 között 3 nap, 4 nap újra egy izraeli út indul, úgyhogy csak hirdetem azoknak, akik tervezik, hogy jönnek, hogy februárban újra egy izraeli út megy, és mert egyszerűen nagyon nagy volt rá az igény. És kérlek bennetek, hogy imádkozzatok, én nagyon-nagyon büszke vagyok rátok, hogy ti fel se fogjátok, de azzal, hogy itt hétről hétre eljövünk, ez a kis gyülekezet, ez valahol az online világban egy nagy szervezetté, egy nagy felekezetté nőtte ki magát. És ennek megvannak az előnyei, és megvannak a terhei is. Az, hogy itt vágatlanul kimennek a prédikációk, ez benneteket is érint. És ezért kérlek benneteket, hogy ezért imádkozzatok, és ha valaki úgy látja, hogy kicsit csukódjunk be, és zárkozzunk be, akkor nyugodtan mondjátok. Ha valaki úgy látja, hogy jó ez így, és menjünk tovább, akkor bátorítsatok, de nem akarom és nem szeretném ennek a terhét, hogy hordozzátok, mert ennek nagy terhe van. Én azért érzem az elmúlt hónapokban különösen, mert tudjátok, hogy egyszerűen Isten szereti az övéit. És valahogy mindig Isten ad kibúvót, és mindig Isten ad felállást. És szóval egyszerűen azt látom, hogy az egyházban elindult egy olyan szemlélet, hogy vannak, akiket el akarnak pusztítani, és meg akarnak semmisíteni. És ez megint nem biblikus gondolkodásmód. És ezért ez rajtatok is függ, ez a terv. Én kérlek benneteket, hogy olvasgassátok az abcsát, és ha eljöttök ide hétről hétre, akkor alkossatok véleményt, formáljatok véleményt a jó irányokról is, a rossz irányokról is. Tehát, hogy kérlek benneteket, hogy kapcsolódjatok ebbe bele. Ha csak egy szóval is, ha csak egy mondattal is, de őszintén kérem tőletek, hogy ebben legyetek. Vannak itt többen vének. Most ne értsétek félre, nem azért, mert öregek, hanem olyanok, akik felnőtt hívőként gondolkodnak, és van véleményük a dolgokról.
ismertek nagyon jól, engem nem védenek biztonsági őrök, meg beugrok közétek, ha kell, csak mondjátok el. Tehát, hogy küzdjünk, hogy mi is ne csak beszéljünk róla, hanem éljük meg a biblikus közösséget, és éljük meg. Én nagyon hálás vagyok, értetek, mert én 10 éve, ja most volt novemberben különben 10. éve, hogy itt szolgálok, és azért vagyok hálás, mert itt jöttek, mentek emberek, meghíztunk, elfogytunk, hát Isten kegyelméből valamiért mindig megmaradtunk. Pedig már többször volt úgy, hogy szinte zárni kellett volna az ajtót, de valahogy Isten mindig nyitva hagyta. De amiért én nagyon hálás vagyok nektek, és van, akik az elejétől kezdve itt vannak, hogy itt azon küzdeni, hogy ki kicsoda, ki milyen tekintély, ki milyen nagyszerű szolgáló, itt nem kellett. És higgyétek, hogy ezért maradt idő arra, hogy tudtunk foglalkozni normálisan az igével, észrevettük az embereket, észrevettük azt, hogy más felekezetben is vannak hívőtársaink, nem gyalogoltuk végig az ellenségeinket, mert barátaim, ez a legnagyobb csapda, amikor el vagyunk foglalva a saját magunk hülyeségével. Isten tartsa meg ezt a jó szokásunkat, hogy így maradjon, de kérlek benneteket, hogy osszátok meg ezzel kapcsolatban a véleményeteket, az elképzeléseiteket, és tényleg őszintén kérlek benneteket, mert tényleg, ha megnézitek, évek óta én beszélek, és tudjátok, én őszinte vagyok ezzel kapcsolatban, látom, hogy az internet népe is, meg nagyon sokan, ha bukik az egyik vezető, akkor keresnek maguknak egy másik vezért. Én Rostály Zoliként senkinek nem akarok a vezére lenni. Én egy őszinte hívő ember akarok maradni, és nem szeretném, ha az én személyemben egy új vezért szeretnének látni. Én ennek a gyülekezetnek vagyok a szolgálója, veletek együtt, és szeretnék abba az irányba menni, amiben Isten mutatja. És ez a vezérkeresés, ez benne van a kereszténységben. Hogy újabb és újabb és újabb vezér. Drága testvéreim, egyetlen egy vezér van. Ha annyi energiát fordítanátok, akár mi is, meg akár az internet előtt ülők is, Jézus Krisztussal való kapcsolatra, akkor már rég helyén lenne a vezér. És rég nem kéne újra Dózsa Györgyöket, meg parasztfelkelőket keresni. Megvan nekünk az Istenünk, aki tudja, hogy mi a feladat, mi a jó nekünk, és mi a rossz nekünk. Úgyhogy én kérlek benneteket, hogy engedjük, hogy formálja Isten a közösséget olyanná, amilyenné Isten elképzelt egy közösséget. Egy eklézsiát, hogy legyünk kihívottak, hogy ha nyomorúságod van, gondod van, biztos, hogy találsz egyet, és úgy örülök, hogy beszélgettek, hogy kapcsolatot tartatok egymással. Biztos találsz, úgy örülök, hogy megosztjátok egymással a belső érzéseiteket. Én úgy örülök, hogy sokatoknak tudom a legmélyebb válságait is, és ez az információ, ez ott marad, ahol van, ahol a helyén van, de ez egy jó dolog. Mert én azt gondolom, hogy a közösségek úgy működtek, hogy az Istenbe vetett bizalmunk az azt eredményezte, hogy azok vannak és azok maradnak közöttünk, akik szintén ugyanúgy az Istenbe vetett bizalmat akarják elsőképpen megélni, és nem valami emberi szervezetet akarnak létrehozni. Testvéreim, lehet, hogy néhány év, vagy lehet, hogy néhány évtized múlva teljesen megváltozik ez a gyülekezet. Lehet, hogy ebben a formában nem is tudunk már összejönni. Lehet, hogy házonként fogunk összejönni. Egyszerűen annyira gyorsan változik minden, hogy megdöbbentő. Megdöbbentő. Ahogy közeledik Jézus, egyszerűen ennek van egy vonzása, és van egy változási kényszer is az emberem, mert egyszerűen nem maradhatok ugyanaz, aki voltam. Úgyhogy én bátorítalak benneteket, hogy térjünk vissza, amilyen területen csak lehet a biblikus gondolkozásmódra, és ne szégyeljük ezzel kapcsolatos visszatérést. Ez jár veszteségekkel, ez jár kellemetlenségekkel. Tudjátok, megrendít az ige, amikor azt mondja Jézus, már csak a 12 tanítvány van közte, és azt mondja nekik, amikor ugye Jézus mondta, hogy nem Isten miatt keresik az emberek az Istent, hanem a halak meg a kenyerek miatt. És utána ez egy nagy-nagy felháborodást vált ki. És Jézus eljut odáig, amikor azt olvassuk, hogy nagyon sokan elhagyták, és utána a tanítványoknak is felteszi a kérdést, hogy ti is el akartok hagyni engem? Ezt most nem Jézus játszok, nem azért kérdezem, csak ha olyan helyzetbe kerülsz, hogy lehet, hogy a biblikus gondolkozás módod gondolataid miatt mindenki elhagy, ne aggódj, nem hagyott el mindenki. Egy püspök mondta nekem, egy katolikus püspök, akikkel az életemben nem voltam közösségben, de az Úr tud rajta keresztül szólni. Majd ezt megtanulják a karizmatikusok is, ne aggódjatok. Lesz rá lehetőségük. Azt mondta nekem, hogy Zoltán, rengeteg barátot vesztettél, akik soha nem voltak barátaid, de rengeteg barátot nyertél, akiket soha nem is fogsz megismerni.
gondolkodjatok el rajta. Szép mondat volt. Nekem egy hónapom ráment. Na, mit magyaráz ez? Meg fogom ismerni, de nem fogom megismerni. Barát, de nem ismerem. Ez azt jelenti, hogy az utolsó idők egyháza így fog kapcsolódni. Ezért nagyon sok helyen láthatatlan egyháznak mondják. Hogy abból fogod tudni, hogy ugyanaz a szellem van a másikban, mint benned. Hogy nem ugrasz a nyakához, nem ugrasz neki, nem téped szét a fejét, nem uszítod más ellen, hanem egyszerűen élvezitek, hogy találtatok egy kapcsolódási pontot, Krisztust. Hogy azt a Krisztust te balról látod, te jobbról látod, higgyétek el, a katolikus testvéreinknek is nehéz lesz, mert őnekik is meg kell bánni a bűneiket, őnekik is ki kell dobálni, ami nem odavaló, de a karizmatikusok ne verjék a mellüket, mert a karizmatikusoknak is meg kell bánni a bűneiket, és ki kell dobálni, ami nem odavaló. Isten áldjon meg! Itt mindannyian az utolsó időben semmi más nem csinálunk, csak dobálunk kifelé, meg selejtezünk. Lomi van, testvéreim, most lomi van. Szedik össze a lomit. Lomtalanítás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy el leszünk ezzel.